Tavaly évvégén kellett volna átadni az épülő szekszárdi úszodát, a kivitelezőnek viszont nem sikerült addig teljesítenie a munkát, az építkezés még most sincs befejezve. Erről tárgyalt néhány napja Budapesten a város polgármestere, Gyopáros Alpárral, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztossal, valamint a beruházást bonyolító állami cég vezetőivel. Ács Rezső azt mondja, abban mindenki egyetértett, hogy az építés alatt levő úszodát be kell fejezni, hiszen a szekszárdiaknak szükségük van a korszerű sport létesítményre. Azt a pressziót szeretnénk gyakorolni a kivitelezőhöz, a BMSK-hoz, szükséges ahhoz, hogy a beruházásfényülő megvalósul. A cél nem kérdés. Én azt gondolom, hogy ebben teljesen egyetértés van. Minden oldalnak ez az érdeke, hogy mielőbb befejezzük a beruházást. Ehhez viszont további egyeztetések és a szükséges jogi lépések is kellenek majd, mondja Ács Rezső. A városvezető február 19-én szintén a fővárosban tárgyalt. Aznap Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter egyeztetett a Megyei Jogú Városok Szövetségének tagjaival, köztük a szekszárdot képviselő polgármesterrel. A téma a településeket érintő bevételkiesés volt az iparűzési adó felének elengedése miatt. Ács Rezső azt mondja, a kormány egyesével egyedi megoldások alapján fogja a megyei jogú városokat kompenzálni, így Szekszárdot is. Nem pénzügyi segítséget jelent csak, hanem egyes funkciók átvallását, másképp történő megszervezését is elményezhet. Én azt gondolom, hogy hasznos volt, több mint 2 órát ott voltunk péntek délután, és a megbeszélés végén megegyeztünk abban, hogy tulajdonképpen minden megyeszékén, a megyei városnak megvan az egyéb megoldása annak érdekében, hogy ezt a szekszár esetében közel 800 millió forint kiesést valamilyen formában kompenzáljuk. Vagyis a mostani elképzelés szerint a megyei jogú városoknak nem kell majd kevesebb pénzből gazdálkodniuk, mert egyrészt plusz forrást kapnak központilag, másrészt az állam átvállalhat tőlük több eddig rájuk háruló kötelező kiadást is.